Afrikai Csillagai címmel volt egy két részes előadásom 2018-ban a Medves Fensíkon. Ez most annak az előadásnak egy picit ábrételt, és hát elég erősen zanzásított változata, hogy beleférjek a 20 percbe. Lehetőleg alapvetően öt témáról próbáltam Namíbiával kapcsolatban beszélni, hogy próbálok, hogy miért éppen Namíbia a sok egyéb ország közül, ahol lehetne még menni, hogyan lehet oda jutni, nagyjából milyen költségvetésre kell számolni, egy pár szót csak így érdekeseképpen, hogy milyen buktatók vannak egy ilyen távoli utazásnál, és hogy nappal is van illet a Namíbiában, nem szűnik meg a napfelkeltével, tehát nem csak éjszakára lehet oda menni, nappal is van mit csinálni. Nagyjából ezt az öt témát szeretném körbejárni. Na és hogy miért éppen Namíbia? Hát alapvetően elsősorban az éghajlat miatt szerintem az még fontosabb, mint a fényszennyezettség, ugyanis itt kiszámíthatóan a forró sivatag és a forró félszáraz terület határán van az Izabis Farm, ahova szoktunk járni, nagyjából az összes többi is ezen a vidéken van. Vannak, ami picit lejjebb vannak már a forró sivatagiban, de igazából ez nem nagy különbség így az időjárás tekintve. Ugye ezeken a vidékeken két évszak szokott lenni, a nedves évszak és a száraz évszak. Ugye a nyár és a tél, ugye a száraz télben megyünk, és hát ez tényleg olyan száraz, hogy egy ilyen kéthetes expedíción maximum két-három nem derült éjszakával kell számolni, az összes többi az kb. Végigfotózható, amit nagyon kevés hely tud itt a közelünkben. Ez még nincs a közelben, az tény és való, de ennél közelebb nem nagyon vannak olyan helyek, ahol ezzel stabilan lehetne számolni. Ez egy, persze a másik a fényszennyezés, az alacsony fényszennyezés az is fontos, mert ugye az kevesebb zajt jelent a képeken, jobb jelzői viszonyt, hogyha kevesebb a fényszennyezés. Ugye egy fényszennyezés térkép, ami mutatja Európát, hogy szinte nincsen fényszennyezetlen rész. Namíbia meg nem fényszennyes. Hát nagyjából erre a részre szoktunk menni, ahol az Egér-kurzoromban most, hát ez a kis Dudor mellé. Ez látszik, hogy a legfényesebb pont az a főváros, az is baromi messze van, gyakorlatilag nincsen semmi fényszennyezés. De olyan szinten nincs, hogy itt Európában az ember megszokta, hogy ha éjszaka jönnek a felhők, akkor szépen látjuk őket jönni. Jönnek a világos felhők az égen, mert alulról meg vannak világítva a fényszennyezés által. Namíbiában nem látjuk, hogy jön a felhő, csak az, hogy tűnnek el a csillagok az égről, és egyre nagyobb a feketeség. És amikor teljesen beborul az ég, akkor pedig semmi fény nincsen. Tehát konkrétan az órunkig sem lehet látni semmit. Annyira durva sötétség van, amit megtapasztalni lehet, csak így elmondva nem annyira érzékletes szerintem. De ugye Rafi képe is beszél erről, hogy a tejút árnyékot vet, és hát ezenek éppen mondjuk picit azért látszik, hogy a bokrok alatt árnyéka van a bokroknak. És nem azért, mert fent van a hold, meg bármiféle lámpa volt, hanem ez teljes újholdas éjszakán készült. A tejút fénye deríti a tájat, és ahol árnyékot látunk, az a tejút által vetett, ugye az a tárgy által a tejút fényében vetett árnyék. A Jupiter az konkrétan fényszennyező forrás, és ilyen zavaróan fényes az égen. Ez is egy ok Namíbia mellett, vagy érv Namíbia mellett. Aztán a földrajzi adottságok, 1700 méter magas tenger szint feletti magasságon lévő fensík, ahova szoktunk járni, az Izabis Farm. Ugye ez azt jelenti, hogy vékonyabb és ritkább légkör van fölöttünk, mint a tenger szinthez közelebb, és ez 1700 méter, ez már nem olyan rossz. Emiatt jobb az átlátszóság, amit mondjuk a szél által felvert por tud némileg árnyalni, és hát ugye a nagykönyv szerint a légkörnyugodtságnak is jobbnak kéne lenni, ami gyakran igaz is, de sajnos ez sem mindig, mert azért ott is lehetnek párásabb, meg kevésbé párás légtonok, jönnek-mennek. Esetleg frontutáni időszakban azért ott is tud rossz lenni a nyugodtság, de azért az 1700 méter az mégiscsak 1700 méter magas. És mivel ugye májusban szoktunk menni, ami az itteni nyár eleje, ottani tél eleje, ezért ott már hosszabbak az éjszakák ilyenkor, olyannyira, hogy
gyakorlatilag egy ilyen durván 2 hét plusz pár napos vagy 2 hetes időszakban körülbelül 100 órányi sütéttel lehet számolni. Mondjuk abban mínusz 2 éjszaka vagy 3, hogyha beborul, de azért még az is bőven nagyon jó. És az ilyen tervezhetően, tehát az nem úgy van, mint itthon, hogy az ember elmegy fotózni tervekkel, hogy akkor mit szeretne az éjszakára fotózni, és akkor jön valami fátyol, amire nem számított, vagy mégsem vonult el a fátyol, vagy ilyesmi, és akkor fölöslegesen ment oda az ember. Jó, mondjuk Namíbiában a ciki van fölöslegesen oda menni, de pont azért jó benne, hogy azért arra nagyon kicsi az esély, hogy az idő nagyobbik fele legyen használhatatlan. Olyan még nem volt. Olyan, hogy 2-3 nap nem volt teljesen jó, vagy akár borult volt, sőt olyan is volt, hogy 2 napon át esett folyamatosan a száraz évszakban. Hát ugye globális felmelegedés és a szélsőségeknek a felerősödése az sajnos ilyen. Viszont még Namíbia mellett, így egyébként ugye már ezek a paraméterek Afrika több részére is igazak lennének, viszont Namíbiában eléggé stabil gazdasági politikai helyzet van, nincsen rosszban a szomszédaival, nem úgy, mint mi. Abszolút biztonságos, fejlődő gasztroturizmus van, meg turizmus alapvetően nagyon fontos ágazata a namib gazdaságnak, ezért egyre jobb szolgáltatások is vannak utazás tekintve is. Vannak nagyon jó kapcsolatok, az Izabis farmon alapvetően, ahol mi járunk, és a Hakoszaszó farmon is, ahol pedig Ivánék szoktak járni. Az Izabis farm az egy ilyen önellátós megoldás nagyobb szabadsággal, tehát ott kibéreljük a házat, és bérlünk mellé egy autót, vagy ha többen megyünk, és akkor akár 2-t is, és oda megyünk, ahova akarunk, akkor, amikor akarunk, viszont önellátó a történet, tehát be kell vásárolni magunkra, és magunkra kell főzni, de azért ez nem annyira problémás, ez mindig megoldott szokott lenni. A Hakoszaszó farm ehhez képest teljes ellátást biztosít, nem kell az ellátással foglalkozni, viszont azért sokkal zártabb hely, ott nem annyira tud az ember szabadon jönni-menni, mint az Izabiszon, és hát amiatt, hogy ellátástól azért lényegesen drágább is, plusz az egy eléggé, Európában már eléggé bejáratott ügyfélkörrel rendelkező asztrofotós bázis. Nagyon sokan járnak oda, és viszonylag nagyobb a kapacitása is, ugye emiatt sosincs, hogy az ember maga van a saját társaságával, mindig vannak más asztrofotósok is. Ugye egyrészt egyfelől lehet előny is, hogy az ember tud kapcsolatot építeni, ugyanakkor lehet hátrány is, hogyha ha mondjuk megnehezíti az egymáshoz való alkalmazkodást. Ezt csak egy pillanat mutatom, hogy érdemes, hogy az ember egy ilyen távoli helyre megy fotózni, ami azért nem annyira olcsó. Érdemes egy előre elkészített tervvel menni, hogy melyik nap, melyik órától, melyik óráig mit tervez fotózni, még azt is, hogy milyen látószögállás mellett, hogy ne ott kelljen azzal tökölni az ég alatt a sötétben, hogy most akkor mi legyen a következő, jaj, most ez nem tetszik, mégis inkább az, mert 1 óra a fotózás az nagyjából olyan 5-6 ezer forintra jön ki mai áron számolva. Az ember egy fél óra tököl, akkor eltököl 2500-3000 forintot. Ezért érdemes alaposan fölkészülve oda menni. Na, az utazás hogy történik? Most ezt is ábrételtem, mert idén máshogy megyünk, mint eddig. Eddig mindig úgy mentünk, hogy British Airways-zel Londonon, Johannesburgon át Windhoekba, ami Namibia fővárosa. Ez körülbelül 20-25 órányi út 2 átszállással, ugye átszállás Londonban és Johannesburgban. Ehhez képest most az Etióp légitársasággal megyünk, ezt Patrikék már tesztelték tavaly. Ez Bécsből indulná Budapestről, de azért Bécs az nem olyan őrülten, nagyon messze van. És onnan Addis Abebába, és onnan pedig Windhoekba. Tehát gyakorlatilag 1 átszállás van a 2 helyet, és ezzel 15 órára rövidül a repülőút, ami azért lényegesen kényelmesebb. Mondjuk azért az hozzátartozik a british esélyelathoz, hogy a London-Johannesburg ez egy 9 órás repülőút, és az azért este 8 órakor indul, és másnap reggel érkezik meg Johannesburgba, tehát ott azért a repülőgépen lehet aludni, ha az ember tud. Én mondjuk általában mindig túl izgatott vagyok ahhoz, hogy tudjak, de van, akinek sikerül. Én mindig nézem a repülőgépen az afrikai helységeket, és úgy teljesen tök jó hangulata van.
Nem, ugye megérkezés windowba, utána be szoktuk vásárolni, ezt is tegyen máshogy csináltuk, mert bevásároltunk 2 hétre előre mindent, ugye étkezéshez, és az rengeteg időt elvett az érkezés után. Aztán legutóbb 2018-ban találtunk egy közeli, mindössze 75 kilométerre lévő, teljesen felszerelt ilyen európai spárszintű áruházat vagy boltot, ahol lehet vásárolni, és oda is csak másfél óra az út, egy-másfél óra az út, úgyhogy nem annyira vészes, ez ott ilyen közelinek számít. Úgyhogy mostantól az a terv, hogy csak egy ilyen gyors bevásárlás ilyen 2 napra, hogy ne halljunk éhen, és utána ilyen rohanás a farmra, összerakni a felszerelést, fotózni, és amikor már minden be van állítva, akkor elmegyünk egy nagyobbat vásárolni, vagy akár többször is, és akkor van mindig friss kenyér, meg ilyenek. A fővárostól egyébként, itt mutatok egy térképet, a főváros az nagyjából itt található, ahol az egér mutatón most van, a farm az pedig itt ebben a csücsökben kb. Ez egy 2 órás autóút. Na, ez az egéres görgős megoldás nem annyira jó, inkább lépeget egy billentyűzettel. Szóval egy 2-3 órás autóút a farmig. A Namibiában nincsenek nagyon sok aszfaltutak. Egy-két nagyváros, ugye a főváros közelében a nagyobb városok irányába elkezdtek építeni aszfaltutakat, de nem tartanak sokáig, mert ez is lassítja a közlekedést. De gyakorlatilag, mivel télen megyünk, már hamar sötétedik, ezért kb. Akármilyen keveset vásárolunk a fővárosban, már mindenképpen sötétben érkezünk meg a farmra. Azt nem lehet megúszni. És aztán ugye attól függően az embert mennyire fárasztotta le a 15-20-25 órás repülőút, vagy az nap este neki el összeszerelni a felszerelést és már fotózni, vagy nem. De ezt ugye mindig úgy szoktuk tervezni, én legalábbis úgy tervezem, hogy az első éjszak, az érkezés éjszakájára nem tervezek semmit. Mert ugye az ember akkor fáradta le, kezdve szerelni a felszerelést, hát van akinek megy elsőre hibátlanul, van aki csak szenvedés, vagy hát szív vele. Hogy emiatt is úgy szoktam tervezni, hogy az első éjszakára nem tervezek fotózást csak a másodiktól. A költségvetés repülője 2-300 ezer forint. Ilyen extra csomagdíjat, attól függően, hogy ki mekkora felszereléssel megy, az föl tud menni, ez mondjuk British Airways-es árat. Volt, hogy 150 ezer forint extra díjat fizettem csomagra. Most az etiópnál egy picit többet fizettem, mert rosszul értelmeztem a csomagszabályzatot, hogy most lesz csomag kapacitásom bőven. A szállás az eddig 4 ezer forint per fő per éjszakára jött ki. Élelmiszer az kb. 3000 forint per nap volt, ez 2018-as árak változhattak azóta. A reptéri transfer az kb. 30 ezer forint oda-vissza. A vízumnak volt, nem van egy fix 80 eurós díja, mert Namibia az vízumköteles ország. Ezt eddig egyébként Bécsben kellett intézni a vízumot előre, de meg ideje lehet már a repülőtéren érkezéskor. Autóbérlés az pedig a 100-200 forint per kilométer volt eddig, ami szinte ingyen van. És akkor meg lehet nézegetni a környéken mindenfajta érdekes helyeket. Nem csak ugye éjszaka a csillagokat, hanem nappal a tájat, állatokat. Vannak csillagászatilag is érdekes helyszínek, például a HESS távcsőrendszer, ami 170 egyetem által és intézet által fenntartott ilyen hatalmas távcsőrendszer, az Adélék földjén helyezkedik el, Adélék adják bérbe ennek a projektnek a földet, úgyhogy de mindig be tudunk jutni, és meg lehet nézegetni a távcsőreket, meg lehet simogatni őket, hát nyilván az optikai felületeket persze nem, de egy ilyen 30 méter átmérőjű tükrös távcső acél szerkezetet az ember megsimogatja, az nem fog tönkre menni, úgyhogy az lehetséges, fel is lehet rá mászni, módjával persze. Buktatók. Hát ugye az ember elmegy, nem tudom, 9000 kilométerre fotózni, otthon felejt valamit, az szívás. Nem lehet hazaszaladni érte egyszerűen.
vagy ha elromlik valami út közben, és nincs csere. Ugye az is szívás, ezért szoktunk olyasmire figyelni, hogy mindenki vigyen valamiből tartalékot. Tehát akinek van két, mondjuk aki kéziveszerővel fotóz, eddig mindig kéziveszerővel fotóztam még 18-ban, ugye volt, akinő volt tartalék kézivezérlő, volt, akinő volt tartalék MGM, valaki több fényképezőgépet visz, és hogyha valakinek esetleg tönkre megy a fényképezőgépe, akkor kölcsön lehet kérni valakit, akinek több van, hogy azért ne menjen teljesen kárba a dolog. Illetve ugye a súly, ugye repülőgépen súlyt minden, az drága, és az ellensúly az tömörvas, annak az a dolga, hogy nehéz legyen. Azt nagyon nehéz szállítani és vinni, mert drága, nem nehéz, csak ugye drága szállítani. Ezért egy alternatív megoldásokban gondolkoztunk. Én az első két alkalommal vízből csináltam meg annak ellensúlyt. Egy nagyon jó barátom, Baraté Levente készített nekem egy ilyen, ugye standard konténer, az a kólás üveg, mert az a világon mindenhol ugyanolyan, és van kapható, ez a 2 literes kólás palackok. Ő csinált itt nekem ilyen tartót, amiben be lehet így pattintani passzentosan a kólás palacnak a nyakát, összefogva spaniferrel, rögzítve az ellensúly tengelyre, ez egy tök jó 10 kilós ellensúly volt, de azért macera. Meg hát azért kell venni 10 liter kólát, amit az ember azonnal kijönt, hogy legyen ellensúly. És 2018-ban megbeszéltük a helyi szállásadókkal, hogy vegyenek nekünk a sportboltban súlytárcsákat. Én meg ezt megálltam hozzá, adaptert az ellensúly tengelyhez, és akkor így viszonylag úgy találtam, hogy meg lehetett oldani ezt az ellensúly kérdést. Ilyenből most van kint 6 szett, ha jól számolom. Tehát 6x10 kg ellensúly, meg 6 adapter hozzá, amit tudunk használni. Azt egy buktató még, hogy az ember elfárad. Azért 12-3 éjszakát egyfolytában végigfotózni, főleg, hogyha a kevésbé automatizált a rendszer, az odafigyelést igényel és fárasztó tud lenni. Főleg úgy, hogy ezért lappal sem nagyon alszik az ember. Ugye ez is egy buktató, hogy azért oda kell figyelni, koncentrálni kell. Ugye voltak ilyen sztorik, a szokásos partjúrozma az fönnmarad, ez mondjuk egy itthoni 3 órás éjszakánál nem olyan nagy szívás, de amikor egy 10 órás éjszakából, nem tudom, 5 órát az ember végigfotóz egy témát aktívos baszkal, az kevésbé vicces. Ilyesmi, ez is tud buktató lenni. Ami még ugye buktató, az a szél. Ez egy elég szeles vidék sajnos, hogy egyrészt fölkavarja a port, másrészt lögdösi a távcsövet. Ez utóbbi problémára keresünk a megoldást a szállásadókkal, hogy fogunk tudni olyan mobil vagy fixen telepített szélfogókat megvalósítani, ami megvédi a távcsöveket a széllökésektől. Erre mindenképpen lesz megoldás idéntől. Már 18-ban is volt ilyen adhok megoldás, ott helyben jeleztük, és gyakorlatilag egy fél nap alatt hoztak mindenfajta palánkokat, amiket ott próbáltunk összetámaszgatni, és több-kevesebb sikerrel, de most ennél azért jobban megtervezett ügyesen dolgokat próbálok megvalósítani. Mit lehet nézegetni nappal? Például a kiszáradt vízesést. Ez a száraz évszakban vagyunk. A száraz évszakban csak kiszáradt folyómedrek vannak, nincs folyóvíz Namíbiában, úgyhogy a vízesés helyén is csak egy kiszáradt vízlépcsőt lát az ember, így el lehet menni kirándulni. Ez egyébként sétatávolságra van a szállástól. Lehet nézegetni az állatvilágot. Itt például gazellák csak úgy szabadul a farm területén. Ez a piros házit, vagy pirosatős házit a háttérben, ahol a szállásadók laknak. És tőle jobbra ez a pirosság elképzelhető, hogy az a ház, amit mi bérlünk. Nem biztos, ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez a red house, de gyakorlatilag ilyen távolságra van tőle. Tehát gyakorlatilag tényleg benne vagyunk a vadvilágban, hogy ott jönnek lennek a gazellák körülöttünk. Aztán el lehet autózni a baktérítőhöz, ez körülbelül, ez is olyan, nem tudom, 4-5 kilométerre lehet a szálláshelytől a baktérítő. Ez is egy jó kis félnapos program, vagy egy negyednapos program. Egyébként, ha az ember tovább megy az úton, akkor van egy nagyon szép hágó,
egy elég hosszú esmetű szóval kezdődő kimondhatatlan nevű hágó. A másik irányban pedig van a Gamsberg hágó, ami szintén nagyon szép. Ezeken a hágókon átvezet az út aztán a Namib sivatag felé, de az már olyan távolságban van, hogy ha az ember oda el szeretne menni, akkor azt úgy érdemes, hogy egy nap oda az út, ott alszik az ember, másnap picit nézrődik, és jön vissza, vagy kettőt alszik ott, és akkor harmadnap jön vissza, tehát arra rá kell szánni az időt, akkor annyi idő kiesik a fotózásból a telepített felszereléssel. A Hestáv-csörről beszéltem, ugye itt van, ez egy 30, 29 vagy 28 méter tükörátmérőjű távcső. Ezt nyugodtan meg lehet simogatni, semmi baj nem lesz tőle, a festék sem fog lekopni. Ezeket meg lehet látogatni, szoktuk is szervezni a látogatásokat, mint ahogy képen is látszik. Még szafari téma, az is ugye a délépartján lehet digdiket fotózni, ezekkel nagyon cuki kis antilopfélék. És hát nagyjából ennyi volt, amit el szerettem volna így hevenyészve mondani, és ha jól számolom, akkor pont belefértem a 20 percbe. Van egy kérdés az elhangzottakkal, vagy Namíbiával kapcsolatban? Felszerelésre mennyire vigyáznak a repülőgépen? Hát amennyire bármilyen másik csomagra, sajnos, tehát úgy kell csomagolni a felszerelést, nagyon jó téma, vagy nagyon jó kérdés. Sajnos a felszerelés úgy kell csomagolni, hogy feltételezni kell, hogy 1-2 métereket dobálják a felszerelést, mert nem igazán törődnek azzal, hogy mi van benne. Mondjuk részben ez érthető is, hogy alulfizetett reptéri alkalmazottak, akik napi nem tudom sok tonna csomagot mozgatnak meg, hát egy idő után elveszítik a türelmet a csomaggal szemben. Ugye ez egy adottsága a történetnek, erre fel kell készülni, ugye úgy kell becsomagolni az eszközöket, hogy ezt kibírja. A tipikusan ugye rengeteg bubifóliát kell alkalmazni, lehet a ruhába csomagolni dolgokat. Én például a mechanikát úgy szoktam feladni, hogy először becsomagolom a bubifóliába, aztán utána a pulcsiaimba, majd a téli kabátomba, és az egészet betekerem még egy paplanba is, és így teszem be a bőrömbe. A paplanok egyébként később az lesz a szerepe, kint a mindjárt jelzett, akarom le napközben a távcsövet, hogy ne tűzzön rá a nap. Tehát így ilyesmi megoldásokkal, ugye mindent otthon biztosan becsomagolva érdemes, illetve még annyi, ugye, hogy az értékesnek tűnő dolgokat, laptop, fényképezőgép, minden, ami elektronikának tűnik, tablet, ilyesmi, azokat a kézipodjászba érdemes csomagolni, hogy a reptéri szarták kevésbé legyenek kíváncsiak a csomagunkra, mert ha nem látja benne, hogy van egy laptop, akkor kevésbé valószínűleg fel fogja nyitni. Egyébként hála Istennek eddig még nem volt ilyen probléma, hogy bárkinek kiloptak volna a csomagjából bármit, de az ördög nem alszik, ezért karigás a szeme. Jobb erre előre fölkészülni. Illetve még egy fontos, ez biztonsági szempontban nagyon fontos, hogy a lítium-ion, lítium-polimer akkumulátorokat viszont tilos feladott podgyászba tenni, azokat kötelező kézi podgyászba szállítani. Ez még egy fontos információ lehet a tévével kapcsolatban. Nekem lenne egy kérdésem az akkumulátor szállítással kapcsolatban, hogy én is tudom, hogy csak a kézipodgyászban lehet, de én olyan nemzetközi szabályt találtam, hogy maximum 100 wattos, vagy 100 wattórás, vagy even megszabva a kapacitása, ami ugye eléggé kicsi. Tehát, hogy van más tapasztalatod, hogy nem kötnek bele, hogyha valaki nagyobb akkumulátort visz? Még sosem nézték meg az akkumulátort, én szerintem teljesítményre. Azok, akik vittek. Én egyébként nem szoktam soha akkumulátort vinni, sőt, nem is emlékszem. Hát a fényképezőgép akkumulátort vittem, összesen az meg bőven 100 watt alatt van. Lehet, hogyha van egy ilyen, és akkor szépen be kell tartani, mert ha az ember nem tartja be, akkor kiteszi magát annak a kockázatnak, hogy esetleg a biztonsági ellenőrzésnél elveszik az akkumulátort, és nem viheti magával. Egyébként nyilván valami áramellátásra szükség van a kinti fotózásnál is. Szerencsére mind a két farmon rendelkezésre áll a 230 voltos hálózat, amiről meg lehet táplálni tápegységre az eszközét, és akkor nem kell akkumulátort vinni.
Köszönöm. Hogyan álltok pórusra? Nehezen, de muszáj. Hát egyébként meglepő módon elég jól működik a Skywatcher távcsövek szállemezére rajzolt oktáns csillagképnek az a négy csillaga, azzal egész jól be lehet állítani, ha jól központozva van a szállemez a pólus távcsőben. Nem könnyű, főleg nem elsőre, de pici gyakorlással meg rutinnal azért az alapján elég jól be lehet állítani. Ma meg már ugye egészen modern megoldások vannak a pólusállásra, szoftveres támogatás, ami megmondja, hogy mekkora pólus hibája a távcsőnek, és ugye az alapján is lehet korrigálni és közelíteni a pólust. Meg nekem van még egy kérdésem, csak így nem is Gábor feltétlenül a felét, hanem így csak ilyen igényfelmérés szintjén, bár abszolút nem akarom reklámozni, de azért mégis kíváncsi vagyok, hogy kikben merül fel az, hogy menjenek. Milyen gyakran szerveztek, vagy szerveződnek, inkább így mondom, ilyen expedíciók? Azt úgy lehet... Az a kérdés, hogy Covid időszak van, vagy nem Covid időszak van? Mert Covid időszakban nulla alkalom per év, Covid-mentes időszakban eddig nagyjából két évente mentünk, és én viszont megmondom, hogy én idéntől tervezem évente menni, mert annyira kényelmes, hogy ilyen tervezhető fotózás, mint az itthoni jég alatt való szívás, hogy én ezt most besűríteném igazából, amíg a lehetőségemből futja. És neked egy része a felszerelésednek talán kint is van, ha jól gondolom. Igen. Szerintem mind a két asztrofarmon eléggé rugalmasan kezelik az ilyesmit, főleg ugye szeretik a visszatérő vendégeket, és hogyha az ember meg szeretné azt beszélni, hogy itt hagyték dolgokat, hogy ne kelljen legközelebb már azt külön megint cipelni, akkor erre biztos, hogy tudnak megoldást adni. Nekem például kint van egy üres távcsőtubus, úgyhogy a távcsőtubust már nem kell vinni magammal, kint van három láb, ugye kint vannak már ezek az eszkábált súlytárcsából készült ellensúlyok, úgyhogy az ellensúlyos sem kell már foglalkozni, illetve vannak még kint cuccaim, amikről valahol talán vannak fotóim, meg kell keresni, de rá kell néznem, hogy ugye mit nem kell vinni idén. A Laci kérdését akkor most én is megismétlem, hogy van-e valaki, aki esetleg érdekel majd ilyen utazás? Szerintem van ilyen kis ilyen reakció funkció itt az Zoom-ban, hogy föl lehet tenni ilyen zöld pipát, vagy ilyen kezecskét a lenti menü sorban a reactionsnél, hogyha valaki így nem azért, mint akkor holnap rögtön szerezzük neki az utat, tehát nem erről van szó, de csak egy kíváncsiak vagyunk, hogy ez a téma, hogy mennyire érint meg benneteket. Azon, én mindenki csak bátorítani tudok, mert borzalmasan jó élmény, és annyira azért nem drága. Tehát én költöttem már el annyi pénzt egy londoni hétvégére, mint amennyibe kerül egy kéthetes, sőt majdnem háromhetes namíbiai fotózás. Úgyhogy ahhoz képest nem drága. Ilyen 5-6 név mellett látom a jelzéseket. Változik folyamatosan, de ja. De írják, hogy Tamás írta, hogy két év múlva, Béla írja, hogy jövőre. Szóval szerintem az emberek él valahol egy ilyen vágy, hogy lássa. Egyrészt a dinnye, a dinnye. Ez nagyon jó. És még bocsánat, szóval még az, hogy talán pár év múlva, ez egy nagyon, nagyon jó meglátás, mert úgy érdemes kimenni, az embernek már rutinja van, és a felszerelését is már rutinosan tudja használni, illetve beállt egy rutin az adott felszerelésre. Tehát nem vadi új felszereléssel kimenni, mert lehetnek meglepetések és buktatók benne, mint hogy volt már erre példa, hogy egy vadonatúj ott kipróbált mechanika elkezdett rosszul viselkedni, és nem sikerült megoldani a problémát például, és az ugye eléggé meg tudja kihúsítani az egész utazásnak a célját, úgyhogy egy bejáratot bevált, letesztelt rendszerrel érdemes menni, és úgyhogy az embernek van már valamennyi rutinja, mert ott megszerez a rutin nagyon drága.
azt azért könnyebb itthon megszerezni a rutint, és akkor már kint rutinosan fotózni. Egy kérdés, hogy kint bérelni nem lehet állványt? Ez tervben van, hogy lesz jelentőség. A Hakos Farmon úgy tudom, hogy lehet, ott már erre föl vannak készülve. Az Izabison erre vannak tervek, hogy majd ott is lehet állványt bérelni. Nem, ott egyébként bővítés van, infrastruktúrát is bővítenek, szálláshely bővítés, ilyesmi is folyamatban van. Ők most akarnak komolyabban beszállni ebbe az asztroturizmus bizniszbe. Ők alapvetően egyébként állattartásból élő házaspár, és ebben látták azt, hogy az időjárás változás miatt egyre bizonytalanabb a megélhetés az állattartásból, ezért próbálnak több lábra állni. És alapvetően két célközösséget céloztak meg így turisztikai szempontból, a csillagászokat meg az off-road rajongókat, akik szeretnek terepjáróval, mert terep az van. Van mit járni terepjáróval, terep van, úgyhogy meg csillagoség volt van, nagyon jól rá tapintottak, hogy ezt érdemes alapni, ami ott van, és máshol meg nem annyira. Egyébként, ha jól emlékszem, Patrik és Iván nem annyira régen, talán tavaly voltak kint egy harmadik farmon, van 4-5-6 ilyen farm egyébként, lehet, hogy még több is, és ott minthogyha lehetett volna talán egész távcsövet is bérelni, mehalikát és még a nyugtont is. Igen, vannak ilyen farmok, ahol lehet, tehát ezt én is néztem már. Kezdve a 135-ös telétől egészen az egész nagy távcsövekig lehet bérelni különböző árakon. Igen, még ezek is... Ebben is benne van az a lutri, hogy az ember egy ismeretlen felszereléssel fog nekiállni fotózni. Igen. Én pont azt akartam mondani, hogy Iván panaszkodott arra, hogy annak a bérelt távcsőnek a reflexiókezelése nem volt olyan, és ez nem vette észre azonnal, nem foglalkozott vele, és a fényes csillagos fotóin aztán mindenféle meglepetések várták a később feldolgozott képeken. Úgyhogy szóval a saját olyan, mint a nagyon profi zongoristák esetében, hogy a saját zongoráikat viszik, vagy a hegedűjüket, mert nem bérelt. Tehát ez hasonló nála. De mit kezd egy profi zongorista egy hegedűvel? Igen, de hogy a hegedű művészek viszik a saját, ők főleg a saját hegedűjüket viszik, vagy hasonló okoknál fogva, hogy van az a finomság, amit csak a sajátot tud, mert ott beállítottad, aztán van olyan is, akinek a bérelt távcsöve lesz a jobb, mert nincs olyan akkora távcsöve, de szóval van egy ilyen kockázat. És volt még egy ilyen kérdés, István kérdezte, hogy Newtont hogyan visszük ki? Ez egy nagyon jó kérdés, egy 25 centist. Több megközelítés van a Newton távcső szállítására. Ez nyilván mérettől is függ, tehát mondjuk, hogy 50 centis Newtont azt az ember bekonténerezésben adja valami hajós szállítással, mert azt tudom, de mondjuk az általunk elérhető mérettartományban mondjuk ilyen 25 centig szerintem érdemes vinni. Esetleg, hát a 30 centi szerintem már repülőgépen nem feladható méret, már mint a tubus maga, hanem rácsos szerkezetű szétszedhető. Mert ugye feladott csomag méretnél szokott lenni méretkorlát, hogy ez ilyen idétlen dolgalégításnak össze kell adni a három kiterjedését a csomagnak, és akkor az nem léphet túl valamekkora limitet. És ebben már szerintem egy 30 centis távcső tubusa nem fér bele. Úgyhogy a 25 centist ki lehetett vinni a British Airways-zel, ki lehet vinni netszesen más légitársasággal is. Egyben a tubust, érdemes egyébként, mert dobálva van, érdemes kiszerelni belőle a nehéz dolgokat, hogy ne terhelődjön a tubus, amikor dobálva van, tehát mondjuk a fókuszírozott leszerelni róla, kiszerelni bele a főtükörtartót, a főtükröt, segédtükörtartót kiszerelni bele, és ezeket mind külön vinni kézikudjászban. ezt így javanos, szerintem. Van, aki megkockáztatja azt, hogy ő fogja, és a távcsőboltokban vásárolható hangszertokba csomagolva viszi a távcső tubust, mondván, hogy az egy törékeny valami, és akkor ő neki az a kézipodgyásza. De ez a legtöbb légitársaság kézipodgyásza bajzatának nem felel meg, és akkor itt tulajdonképpen a jó indulatra, meg az oda nem figyelésre bízzuk magunkat ezen a módon, hogy nem veszik észre, vagy nem szólnak érte. De ha észreveszik és szólni akarnak érte, akkor viszont
nem nagyon lehet kimagyarázni, miért akarom fölvinni a kézifogyaszt méretnél nagyobb kiterjedésű távcsomagolt kézifogyaszként. Mert az ember, amikor megveszi a repülőjét, akkor elfogadja a szabályzatot, hogy mit lehet és mit nem, és azt nem lehet. Ugyanakkor a tapasztalat meg azt mutatja, hogy nem tudom, eddig ilyen több tíz oda-vissza utazásból, talán kétszer-háromszor volt ebből összesen probléma, tehát viszonylag ritkán van ebből a probléma, de azért adódhat. De ugye az a másik módszer, hogy egy 20 centis newtont, vagy egy 20 centire kisebb newtont akár meg lehet próbálni kivinni kézipodgyászban, kézipodgyászként, bízva abban, hogy nem szólnak érte. De ha szólnak érte, és azt mondják, hogy ez nem felel meg a kézipodgyász előírásot, és föl kell adni, akkor nincs mese, akkor nem fogja tudni az ember. Megpróbált vitatkozni, és vagy sikerül, vagy nem, de akkor arra garancia már nincsen, hogy ez kézipodgyászként utazik. És egy puha távcsőtokba csomagolt Newton távcsőt, ha elkezdenek dobálni a rakodómunkások, annak meg nincs jó vége, sajnos. Ha jól emlékszem, volt ilyen eset konkrétan, hogy nem sikerült valakinek csoporttársnak fölvinni, vagy expedíciótársnak föladatni, vagy fölvinni a fedélzetre, kézipodgyászként fel kellett adni, és érjött értéksérülések a műszert. Szóval, ja, hát... Igen, tehát ezt lehet konzervatívan és egy picit lazábban kezelni ezeket a szabályozott dolgokat. Ha az ember konzervatívan kezeli és fölkészül minden esetőségre, akkor nem érheti meglepetés, viszont nyilván kicsit nehézkesebb a dolog, mert akkor szét kell szedni, a helyszínen össze kell szerelni, akkor szerszámokat kell vinni hozzá, akkor helyben össze kell szerelni, justírozni kell, stb. Egyébként ezt így is úgy is kellene justírozni, csak nem jelent persze mennyit a távcsövet. Úgyhogy mind a kettőnek vannak előnyei, hátrányai, ezt mindenki maga el tudja dönteni, hogy milyen kockázatot vállal be inkább, meg milyen nehézséget, hogy nem. Ha a tanácsomra vagy kíváncsiak, akkor én alapvetően a konzervatív utat szoktam járni, és igyekszem megfelelni a szabályzatoknak, mert akkor nincs belekötési lehetőség, akkor tervezhető. Az ember tudja, mit lehet vinni, annyit visz, akkor abban nem lehet belekötni. És igen, ezek nem csak Namibiára igaz állítások, persze, ugye minél több átszállás van egy rendszer, egy utazásban, annál többször van pakolva a csomag, ugye annál kritikusabb például a jó csomagolás.